Hello, sziasztok! Kultúra rovat következik, méghozzá egy könyvajánlóval szeretnék kezdeni idén. Én azt gondolom, hogy ez a regény, ez így az évtized, vagy akár az évszázad regénye is, ami ugye fura így, hogy az évtized elején vagyunk, vagy az évszázad elején vagyunk még. Skrushovszki Dénesnek az Akik már nem leszünk sosem című alkotása, ilyen vastag. Tavaly jelent meg, és én nagyon sokáig nem mertem elolvasni, mert bár nagyon vonzott, meg nagyon jó kritikákat olvastam róla, azt éreztem, hogy ez az Akik már nem leszünk sosem, ez egy ilyen szenvelgés lesz azon, amilyen céljainkat, meg álmainkat nem teljesítettük be. És aztán valami miatt évvégén úgy döntöttem, hogy oké, megveszem, és azt képzeljétek el, hogy 4 nap alatt így kiolvastam, ez konkrétan ilyen letehetetlen volt. Alapvetően ez egy fejlődésregény, és úgy képzeljétek el, hogy az első néhány fejezet, az különböző korokat, illetve különböző embereknek a történeteit mutatja be, és így tökre nem érted azt, hogy jó, izgalmas, meg jó olvasni, de hogy ez így hova fog kifutni, mert hogy így nagyon nincsenek összefűzve egyáltalán. És akkor a könyv első harmadánál eljutunk a főhősnek a történetéhez, és a könyv nagy része, hát így tényleg a kétharmada, az az ő ügyes-bajos dolgait mutatja be. Nem szeretnék spoilerezni, szóval nem fogom lelőni. Van benne egy időutazós szál is, ami olyan, hogy így izzadva, remegve olvasod, és úristen, menj, itt feszít bent. Úgy van megírva a történet, hogy akarod olvasni, nem tudod letenni, de közben meg azt érzed, hogy nem akarok erről tudni. Ez annyira iszonyú, de mégis annyira izgalmas. Ez ilyen nagyon nagyon erős ellentétként feszül egymásnak. És a legvégére pedig az összes szál összeér, és egy ilyen hazaérkezési élményt kaptam tőle. Alapvetően nincs benne ez az ilyen múlton való szorongás, meg beteljesítetlen álmokon való szorongás, illetve nem úgy, ahogy én ezt eredetileg elképzeltem. Nagyon rólunk szól ez a könyv, azt érzem, a mi generációnkról, a 20-as, kora 30-as éveinket most taposó, nevezzük úgy, hogy fiataloknak a gondolatairól, ahogyan helyezzük el magunkat a családunkban, a hazánkban, van olyan, hogy haza, mik a fontos kapcsolatok, mit kezdjünk azokkal, akik valahogy elmaradtak mellettünk, vagy mellőlünk. Nagyon-nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon bölcs ez a regény. És azon túl, hogy bölcs és izgalmas, és hogy nagyon mély mondani valója van, gyönyörűen van megírva. Nagyon-nagyon élvezetes olvasni, többször és többször átrágni a szavakat, ahogy megfogalmaz nagyon-nagyon egyszerű kijelentéseket is. Egyszerűen tényleg én azt gondolom, hogy Skrushovszki Dénes így egy ilyen művész ebben a regényben. Brilliánsan használja a magyar nyelvet. És úgy, hogy még sincs túlírva ez a könyv. Tudjátok, van az a fajta írás, amikor úgy olvasod, érzed, hogy szép, de hogy hát ez olyan mű, vagy nem tudom, úgy nem jön át, nagyon művészkedni akart valaki, és ez tökre nem olyan. Szóval nehéz így spoilerezés nélkül beszélni róla. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ajánlom. Azoknak, akik foglalkoznak az önismeretükkel, és szeretnék önmagukat valahogy jobban elhelyezni ebben a világban, és szeretnének arra a kérdésre nem választ kapni, hanem a saját válaszukat egy picit kibővíteni, vagy picit finomítani, hogy vagyunk az őseink történetét tekintve, hol és mik vagyunk mi, milyen összefűződések vannak, hogyan hat ez ránk, kell-e, hogy ez hasonl ránk. Szóval szerintem az évtized-évszázad regénye Skrushovszkinak, az Akik már nem leszünk sosemje, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ajánlom.